drink. It's all about humanity. Sziasztok srácok, én Tankét vagyok. Elkezdődött a nyári vásár, és az első ajánlatunk a Lorraine 40 tonna, és úgy gondoltam, hogy szeretnék segíteni a döntésben, mivel gondolom nagyon sokan ugye gondolkodtak, hogy esetleg megéri-e megvenni a tankot, vagy ha már megvan, akkor hogyan érdemes használni a tankot. Gondoltam, csinálok egy ilyen kis bemutató videót róla, hogy én mit gondolok, hogy szerintem megéri megvásárolni a tankot, illetve hogyan érdemes ezzel a tankkal játszani. Úgyhogy hoztam nektek pár visszajátszást, ahol meg fogjuk nézni, illetve kommentelni fogom, hogy mit is csináltam, miért is csináltam, hogyan is csináltam, de ott még gyorsan nézzük meg, milyen felszerelést, illetve legénységi skilleket ajánlom a tankra. Nem szeretném húzni az időtöket, úgyhogy nézzük is meg. Ugye az egész tankra ugye nyilván ugye mind a három legénységre, ugye három legénységi tangja van ennek, a három legénységi tag fér ebbe a járműbe, és ugye nagyon fontos legyen rajtuk bia, nagyon fontos, hogy a lövegkezelőn legyen pillanatkép, illetve a vezetőn sima utazás, ugye egy hatodik érzék az nagyon fontos, illetve legyen ezen a tankon álcázás és javítás. Nagyjából ezek a fő képességek, innentől kezdve ugye lehet látótávat növelni, esetleg tűzoltásra menni, hogyha pótkájával szeretnétek használni, de nagyjából ezek az alap skillek, amik ugye fontosak nekünk, illetve felszerelésnek ugye mit ajánlok? Ugye látjátok, nekem most ez a setup van rajta, de többféle setupot is tudok ajánlani. Ugye szerintem ami alapvetően ugye kötelező erre a tankra, az a szellőzés, illetve a stabilizátor. A szellőzés az az miatt, hogy levigye a töltési időnket, illetve jobb legyen az ágyúnak a hatékonysága, illetve a stabilizátor nyilván azért, hogy pontosabban tudjatok lőni. És ugye a harmadik felszerelés lehet variálni, hogyha forgási mániuszt használtok, akkor én azt javaslom, hogy azt használjátok az első ugye slotba, mert ugye megkapjátok akkor a bónuszt. Ugye igazából mindegy, hogy a szellőzés használjátok, vagy a forgási mániuszt, mind a kettőre kaptok ugye bónuszt, ugye szellőzése lesz egy kicsi látótávotok, illetve egy picit javul az ágyú, illetve hogyha forgási mechanizmus használjátok, akkor pedig ugye az ágyút javítjátok, picivel rosszabb lesz a látótávotok, és nagyjából ugye ez e között kell ugye választani. És amit még én tudok ajánlani, főleg akkor tudom azt ajánlani, azt a szettet, hogyha ugye nyomjátok a Battle Pass-t, és van nektek jutalom célzótok, amit ma ugye fel is upgrade-eltetek, ugye, tehát ugye úgy néz ki, hogyha kaptok egy jutalom célzót, először így néz ki, 5%-os, tehát olyan, mint hogyha normál sima felszerelés lenne, az is 5%-os, és azt ugye fel upgrade-elitek, ugye 3 millió kreditért, hogyha van nektek ilyenetek, akkor én azt ajánlom, hogy a legjobb felszerelés kombó erre a tankra az a szellőzés, a 8%-os jutalom célzó, illetve a stabilizátor. Nagyon-nagyon király úgy a tank, és de ezzel a setup-ot, amit mutattam nektek, én ezzel mentem le a 3 liprate-t, mert szerettem volna megmutatni, hogy olyanoknak, úgy is lehet ezzel a tankkal játszani, hogy nincsen ilyen bontis cuccotok, és így is akartam mutatni, így is lehet jó köröket menni, úgyhogy nagyjából a felszerelésekről ennyit, akkor nézzük is meg a replayeket, és akkor ott elmondom, hogy mit gondolok a tankról, hogyan érdemes játszani, stb. Itt is vagyunk az első visszajátszásnál, srácok, Prorovká játszunk normál játékmódban, és mielőtt elkezdődik a csata, szeretnék amúgy gratulálni a VZ Lightunknak, mivel nagyon-nagyon királyul fogja csinálni a dolgát, majd meg is látjátok. És hát a matchmaking az nem a legjobb, mert ugye tier 9-ben játszunk, ugye van két arti, és a két arti az ugye nagyon veszélyes erre a tankra, mert mind a kettő szinte egy lövésezni tud. Sőt, én már nagyon sokszor kaptam egy lövés, mind az M53 per M55-től, mind az F7-től, ugye abszolút nincsen páncélotok, tehát egy papírból vagytok összehajtogatva. Viszont cserébe ugye nagyon-nagyon király a mobilitásotok, és az most nagyon jól fog jönni, majd mindjárt meglátjátok. Illetve ugye, aki látta a tier 8-as prémium közepes tank rangsoroló videómat, az tudja, hogy én ezt a tankot nagyon magasra raktam, és nagyon élvezhetőre, és majd szerintem ennek a videónak a végére majd ugye látni is fogjátok, hogy ezt miért így tettem. És nézzétek meg, a Vazing befutott agresszívan középre, és spotolta a keresztben menő nehéz tankokat, és nézzétek meg, mivel nagyon gyors vagyok, ezért ide tudtam jönni, ugye leadok egy lövés a Defenderre, nem talált, viszont a második lövéssel ugye trekkeltem, és a Defender nem használja el a javító csomagját, és ezért ki tudjuk tárazni, hát majdnem teljesen egy lövés misszeltünk rá, 841 damage-et ki tudtunk rá összeni, ez nagyon-nagyon király kezdés volt, ezért a Lightunknak hatalmas plusz-plusz, mert nem sok light tank tudja, hogy ezt meg lehet tenni ezen a pályán, és ez nagyon-nagyon hasznos infót ad arról, hogy hány tank jön a hegyre, milyen tankok vannak ott, és ugye lehet rájuk ingyen sebzést kiosztani.
Ha nézzek már a következő pozícióba, bejöttem ide a magaslatra, ide a hegyre, és látom, hogy ugye a középen nagyon-nagyon agresszív az a nemi, és simán le tudok ráadni egy-két free lövést, ugye ott van a Progetto, ugye célzok, hogy a hátra tolad, de nem tolhatod hátra, úgyhogy a T-34 a következő célpontok, és nézzétek meg, ugye nagyon sokan panaszkodnak arról, hogy ez, ennek a tanknak az ágyúja nem a legjobb, hogy mondjak valami negatív módos erről a tankról, és tényleg, ez a tank nem a legjobb arra, hogy snapshotokat leadjatok, viszont ha azokat a felszereléseket használjátok, amiket javasoltam, illetve azokat a legénységi skilleket, akkor szerintem egészen-egészen használható, illetve jó lesz ez az ágyú. Annyi, hogy snapshotokat nem lehet vele leadni, meg látjátok, nagyon unatkozok, amíg töltök. És ugye, amit nagyon szeretek ebbe a tankba, hogy 232-es alapátütése van, és ez azt jelenti, hogy nagyon-nagyon királyul lehet vele farmolgatni, mivel nem kell vele, hogy aranylőszert spamelnetek, csak nagyon-nagyon ritkán, ugye. Előrébb jövök itt a bokorba, srácok. Ugye azért, hogy tudjak spotolni és lőni, hogyha valami ugye felspotolódik, és ugye becélzom a Phase 1-esnek a alvázát, lövök. Ne kérdezzétek, hogy hogy a túróba ment az a lövés a földbe, ugye ide előttem csapódott be a földbe, mert nem tudom, nem mindegy, ugye elmisszeltem, viszont tudtam, hogy itt spotot fogok kapni, ugye úgy voltam vele, hogy elfutok gyorsan, de nézem, hogy a VK az nem engem céloz, hát akkor már hadd lövöldözem már egy kicsit, ugye torony hátuljába megpróbálok egyet lőni, torony oldalában megpróbálok még egyet lőni, ugye az nem sikerült, még van egy lőszerem, picit visszább tolhatok, hogy hát ha itt a panterát vagy a Phase 1-es meg tudom lőni, újra töltök, hogy ugye legyen 4 lőszerem, és amint újra töltök, abban a pillanatban gondolja úgy a Phase 1-es, hogy YOLO! Hát ugye ezt most nem tudom meglőni, úgyhogy töltikézünk, azért kapunk egy kis spot sebzést is, ugye a light meg én spotolom, úgyhogy feleződik a spot. És látom, hogy ez a tank nem akar megállni. Ez a tank, ez nem fog megállni, és úgy voltam vele, hogy ugye ez a Phase 1-es van itt, ugye őt ki fogjuk lőni, illetve van itt egy pantera, és nézzétek meg, táras tanknál egy nagyon fontos jelenet fog jönni. Táras tanknál mindig menjetek a dupla trackre, azért, mert sokkal-sokkal effektívebbek vagytok. Nézzétek meg, én ugye célzom a panterának a trackjét, ugye belelövök egyet, ugye nem trackeltem le, belelövök még egyet, ugye sikerült letrackelnünk, elhasználta a javítóját, de ezzel már annyira le tudtuk lassítani, hogy ki tudtam finishelni. Ha ott nem lövök neki tracket, hanem csak simán a frontpáncéljára lövök, akkor lehet, hogy nem tudtam volna kifinishelni, mert ugye időben vissza tudtam volna húzni. Tehát egy táras tankkal arra figyeljetek, hogy mindig dupla trackre menjetek rá, mert sokkal effektívebben tudtok játszani. A következő tippem egyébként a táras tanknál az, hogy hogyan játszotok vele, hogy tegyük fel, van egy lehetőségetek, hogy a meccs első percében kitárasztok egy tankot teljesen, cserébe elveszítetek fél HP-t, vagy a fél HP-tokat. Nem éri meg. Azért nem éri meg, mert ugye a táros tankok akkor lesznek igazán erősek, hogyha a végjátékra meg tudják tartani a HP-t, és akkor be tudják vinni az elképesztő tűzerőt, ami van. Tehát, hogyha mondjuk azt látjátok, hogy ki tudtok nézni egy helyen, ki tudtok lőni biztonságba egyet, vagy kettőt, az ugye... teljesen rendben van, de nem maradjatok ott tovább, csak azért, mert mondjuk ki tudnátok lőni még kettőt, de mondjuk akkor sebzést vesztek be. Ha ingyen ki tudtok osztani két lövést, vagy mondjuk, hogy mondjam, mondjuk egy jó példát, ha mondjuk tegyük fel, ott van ellenetek egy FV 4202, most ez jutott eszembe, mert amikor játszottam, volt egy hasonló szituáció. Ugye, ha belétek lő 240-et, akkor ti addig ki tudtok tárazni, és akkor megéri a trade, mert ugye akkor kiosztotok 1300 sebzést azért, hogy ki tudjatok, na hogy mondjam, 1300 sebzést kiosztotok, és csak 240-et kaptok vissza. Ez egy jó trade, de mondjuk az nem jó trade, hogy kiosztotok mondjuk 600 vagy mondjuk 900 damage-et, de elveszítetek 600-ot a meccsnek az első percében. Tehát arra figyeljetek, hogy mindenképpen tartsátok, vagy mindenképpen próbáljátok megtartani a HP-tokat a végjátékra. Ez nem azt jelenti, hogy kempelni kell, nem. Ez csak azt jelenti, hogy óvatosabban játsztok, ne vállaljatok olyan agresszív, ugye kinézéseket, nagyjából ennyit érdemes tudni, hogy szévelni kell a HP-t, tehát meg kell menteni a HP-t a végjátékra, mert most így, hogy van HP-m, teljesen bátran merek előle menni ezen a T95 ellen, mert valószínűleg ugye nem fog tudni kilőni egy lövéssel, csak hogyha magasatról nyilvánvalóan. És ugye most itt egy picit többet beszéltem magáról a tankról, ugye itt az első replay-be, de ugye lesz több is, és ugye megnézitek, 3338 damage-et láttok, de ez egyel több, egy lövéssel több, tehát 3600 valamennyi, mert ugye volt egy blindom a VZTD-re, ugye az be is ment, illetve van 1800 assist, ez egy nagyon-nagyon király kör, így ugye kezdésnek, mert ugye ezzel a tankkal
Én azt szerettem nagyon, hogy tényleg amikor kreditet akartam farmolni, akkor annyira jól jött, hogy szinte soha nem kell bele aranylőszert lőni, mert ugye 30, kb. 30-szal több az aranylőszer átütésetek, és ugye az apélőszeretek sem száll olyan lassan, ami 1000 méter per szekundummal száll, az aranylőszeretek is csak ugye 200 méter 50, 250 méter per szekundummal száll gyorsabban, tehát alapvetően ez a tank nagyon-nagyon király farmolása, nagyon király alaplőszer átütése miatt, de még hoztam replayt, úgyhogy nézzük is meg azokat. Itt is vagyunk a következő visszajátszásban, ugye Karélia játszunk, ugye csataütközet módban, és megnézitek, megint nem a legjobb a felhozattal, nem is borzasztó, de nem is a legjobb, ugye tier 9-es tankok ellen játszunk, viszont itt Karélián szerettem volna nektek ugye egy egészen király pozíciót megmutatni, amit nem sokan látom, hogy használnának, és szerintem nagyon-nagyon hasznos, főleg akkor hasznos, hogyha egy gyors heavy tankkal vagytok, gyors medium tankkal vagytok, hogyha tárassal vagytok, ugye az még jobb, és az nem más, mint ugye ehhez a sziklához jövök, tehát ott ahhoz a sziklák a sarkához, és én nézzétek meg, mivel nagyon-nagyon gyors vagyok, ezért ugye időbe be tudok érni a pozícióba, és ugye majd láthatjátok, hogy az ellenféltől, ugye, vagy ugye láthatjátok, mindjárt elmondom, hogy miért ugye jó ez a pozíció, csak érjek be. Ugye itt futok, de itt ugye spotot fog kapni, majd meglátjátok, de ugye ez nem érdekel engem, mert tudom, hogy itt senki nem tud abszolút még rám lőni, tehát még az art is sem, mert ugye hatalmas szikra mellett állok, és ugye, ha megnézitek, azért nagyon király ez a pozíció, mert ugye az ellenfél ugye be akar jönni ugye erre a részre, főleg heavy tankokkal, és ugye heavy tankokkal ugye nyilván azok lassabbak, és valamikor egy egész tárat ki tudtok innen osztani, anélkül, hogy bármit tudnának csinálni, és mivel ugye itt van előttetek ez a bokor, addig nem fogtok spotot kapni, ameddig el nem lövitek magatokat, ezért én ezt a pozíciót light-tal is nagyon sokat szoktam játszani, mivel nagyon sok információt tudok adni a csapatnak, hogy A, ugye hány ember jött el ide, illetve nagyon jó őr, tehát ilyen korai sebzés ki lehet rájuk osztani, hogy ne érkezzenek meg ebbe a pozícióba full HP-n, hanem már veszítsenek HP-t, ugye ezért nagyon-nagyon király ez a pozíció, és szerintem érdemes használni, és egy picit egy kempelősebbre vettem itt az egész figurát, mert ugye egész Karéliáról azt gondolom, hogy egy ilyen antipus pálya, tehát nem igazán lehet rajta megindulni, aki először megindul, az veszít, és én is egy picit passzívabban játszottam, és úgy voltam belőle, hogy kivárom az ellenfelet, és majd a visszajátszás végén meglátjátok, hogy ez valószínűleg meg is érte. Úgyhogy még várunk, ugye nézem, hogy mi nem volt spotolva, és ott jön át a Kreszlapszi. Ugye belelövök egyet, belelövök még egyet, az túl alacsonyra ment a lőszer, de bele tudok lőni még egy utolsót. Nézzétek meg, technikailag ugye 3-at ugye bele tudtam lőni, ha még le is trekkeltem volna, akkor 4-et bele tudtam volna lőni. Úgyhogy ezért nagyon-nagyon király ez a pozíció, és ugye hiába spotolt ki, ugye visszalőni nekem nem igazán tud, mert nagyon kicsi rész látszik ki a tankomból, és általában nem is szoktak ezzel foglalkozni az emberek. És nézzétek meg, ugye simán vissza tudok jönni ugyanabba a bokorba, és az ellenfél ezzel nem igazán tud mit csinálni. Ugye blánsotolni ezt a részt nem lehet, mert ugye nem csak, a szikla nagyon, nagyon takart titeket, egyébként főspotolódott a light, és ugye azt akarom ellőni, mert ezen a pályán kiszedni a lightot extra-extra fontos, de pont eltűnik, és nem tudom meglőni. Ezen a pályán mindig, hogyha vannak light tankok, azt mindig próbáljátok elsőnek kilőni, mivel nagyon-nagyon fontos, és úgy vagyok vele, hogy visszajövök nézni, mert szinte mindig van még tank, aki ugye crossolni akar, csak mondjuk valaki nem az első percbe, vagy a másodikba, hanem mondjuk a harmadik, negyedikbe jön át, és nézzétek meg, ott is jön a juicy tortész, ugye belelövök egyet, belelövök még egyet, és nézzétek meg, nem lövöm el a harmadik lőszeremet, nem várok, hát ha Krasovski ugye visszatolat és ellövöm, de nem voltam biztos a lövésbe, ugye a tortoise lőtt, keresem rajta a gyenge pontot, hogy a kupoláját be tudom ütni ekkora pennel, viszont tökéletes helyen kell eltaláljam, és nem lőttem rá, ugye itt nem merek a bokorban állni, mert ugye hát ha visszalő ugye blindba, és itt megengedek magamnak egy lövést, ugye nézzétek meg, becélzom jól, bemegy, és itt gyorsan lövök még egyet, mert már tudtam, hogy a tortoise ugye lőni fog rám. És nézzétek meg, ugye itt is a 9-es TD-nek ugye le tudtam vinni, ugye bele tudtam lőni ugye 3-at, ami nagyon-nagyon király volt. Ugye gondolkodtam rajta, hogy tracket lövök neki, de mivel a tortoise-nak nagyon sok HP és a trackje, vagyis nagyon vastag ugye láncai vannak, ezért nem, úgy voltam vele, hogy lehet, hogy letrekkelem, de sebzés nem tudok rá feltétlen kiosztani, ezért inkább rámentem a sebzésre, és szerintem ez így jobban megértem. Mert nézzétek meg, így a tortoise nem tudott beérni full HP-n a pozícióba. Ha az a tortoise beért volna full HP-n a pozícióba, lehet, hogy letolta volna a két nehéz tankokat, így viszont nem tudott. Ez a pozíció szerintem nagyon erős, és az ellenfelek általában nem szoktak ezzel a pozícióval számolni, és tényleg nagyon-nagyon biztonságos, mert arti elölvéd,
a hegy felől véd, ugye megnézitek, megmutatom, ugye arti elől véd, mert ugye be tudtok ide állni. Ugye a hegy felől ugye itt van ez a rész, ez is véd, középre is tudtok kinézni, hegyre is tudtok kinézni, ide is ki tudtok nézni, közben ugye a Super Pershing kinézet, és még egy sárfutó is ronált, és nézzétek meg, ez annyira free damage, hogy elképesztő, még nem veszítettem HP-t, és már 2100 ugye sebzésnél járok. Én nagyon-nagyon szeretem játszani ezt a pozíciót. Itt két lőszerem van, és gondolkozom, hogy újra töltsek-e vagy ne. Először még megpróbálok kinézni ide a középső rész fele, hogy hát ha van valami tank, amit ugye meg tudok lőni. És ugye ez a replay egy picit a kempelősebb lesz, lehet, hogy majd bele is gyorsítok egy picit, hogy ne húzom annyira az időtöket, mert ugye, ahogy mondtam, Karélia szerintem egy nagyon egy kemper pálya, és meg kell várni, míg az enemy hibázik, mert ugye főleg egy ilyen tankkal, mint a Lorraine, ugye nincs semmi páncélotok, hogyha kifogytok, akkor 30 szekig töltötök, tehát ezzel a tankkal megindulni nem igazán lehet, mert szétkapnak titeket, mint óvodás a nápolyit, és rá kell bíznotok magat egy picit a csapatotokra, hogy jól tudjatok teljesíteni, hogy ők vegyék fel a lövést, ők induljanak meg, és tényleg ti csak támogató tank legyetek, ugye? Sokan kérdezik, hogy hogyan kell játszani ezt a tankot, és mindig szoktam mondani, hogy ez egy támogató tank, tehát ez arra van, hogyha megy előre a csapattársatok, akkor esetleg ráesik az enemy, akkor ti lefedezzétek, vagy ugye a meccsnek az elején, illetve a meccsnek a közepén nem az a dolgotok, hogy menjetek előre. A meccsnek a végén, amikor tudjátok már, hogy ennyi meg ennyi tank van, ennyit tudnak belétek lőni, ugye elmentettétek a HP-tokat a meccs közben, és simán le tudjátok őket pusholni, persze, pusholjátok le. Én nem azt mondom, hogy ezzel a tankkal hátul kell kempelni és sznájpolni, mert nem arról van szó, hanem megtalálni azt a kis közös játék, vagy hogy mondjam, olyan játékot, hogy támogattok is, tudtok fedezni, de nem a legutolsó sorban kempeltek. És nézzétek meg, itt ugye jön előre a Light, ugye itt hibázott egyet, ugye megpróbált előre jönni és játszani a játékkal, hát ugye ez egy hiba volt, mert ugye kilőttük, ugye még mindig van egy T-92-es, aki nem volt spoton, tehát még nem lélegezhetünk fel, nekünk van egy T-49-esünk, de a T-49-es nem igazán akar spotolni ebbe a körbe, illetve nem is nagyon volt jó pozícióba, hogy spotoljon. És nézzétek meg, hogy ez a szikla, ez annyira erős, mert ahhoz, hogy innen titeket kiszedjetek, tudom, hogy sokat beszélek erről a pozícióról, csak tényleg meg szeretném mutatni, hogy miért annyira erős. És nézzétek meg, ugye itt kinézek, és ugye itt megpróbálom a borszögot előni, és azt kezdtem el mondani közben, Porszikot becélzom, és mellé lőttem sajnos. Ugye belénk lő egyet a PTA, ugye jót volt abban a bokorban, megpróbálok még egyet belőni, nem tudok. Nézzétek meg, ott felenkeli a csapattársamat a cseriotér, és egy egészen jó lövésre sikerül még elkapnunk. És nézzétek meg, mindig csak egy lövési HP-t vesztettünk, egyébként a PTA 420-as alfával majdnem 500-at lőtt belénk, ami kicsit magasról neki, de nézzétek meg, 3000 sebzésnél járunk, nagyon-nagyon király, és még igazából nem csináltunk a meccsből olyan sok mindent, de ez a pozíciót kihasználva ugye könnyen ingyen sebzéshez tudunk jutni. És én azt kezdtem el mondani, és közben már befejezem a mondatomat, hogyha megnézitek, ahhoz, hogy az ellenfél titeket innen kiszedjen, körülbelül el kell jönni ide, ahhoz meg ugye át kell menni a csapattársaitokon, ami meg ugye szinte lehetetlen. Itt lövök egyet a cserétére, de lepattan, mert nem oda megy először, ahova céloztam. És mindegy is, mert ugye ki tudtuk finiselni, újra ugye két lőszerem, ma gondolkozom rajta, hogy valamerre kinézek, vagy valamerre ugye ellőjem magam, vagy újra töltsek, és itt a porszigot esetleg hátra el tudnám lőni, de nem, ugye az alsó részem van, és itt ugye dilemmában leszek, hogy most újra töltsek, ne töltsek, újra fölmenjek esetleg a T-54-nek segíteni, de hogyha beáll a PTA ugye abba a bokorba, mindjárt mutatom, abba a bokorba, akkor elspotolk, előnek a hegyről, borszig is, ha jól láttam, nagy ágyus, és meg fog minket lőni, tehát igazából úgy voltam vele, hogy ugye gyors újra töltök, csak közben szeretnék valami infót, ugye kinéztem itt a bokorból, viszont ugye kilógott a tankom, és ugye ki tudott spotolni minket a PTA, és itt picit amúgy dilemmá voltam, hogy hogyan nyerhetnénk meg ezt a kört. Hogyan nyerhetnénk meg ezt a kört, és itt nézzétek meg srácok, hogy kilógok-e a bokorból. Azt hiszem mindjárt ránézek majd, mert ugye igen, itt ránézek, hogy amúgy kilógok a bokorból, tehát nem jó nekem ez a pozíció, nem igazán tudom figyelni a PTA-t, és úgy jövök vele, hogy ahogy mondtam, nem tudok pusholni sem erre, és igazából a pozícióból sem tudok kijönni. Igazából itt azt reméltem, hogy az ellenfél majd megpróbál engem kiszedni innen, tehát rám jön, és ugye a hátul álló TD-ink azok ugye meg tudják majd
őket lőni, és akkor ezáltal ugye előnybe leszünk. És én azt hiszem, itt lesz az, hogy egy picit gyorsítanom kéne a replay-en, mert itt nem fog annyira sok minden történni, tehát itt várok. Amúgy az csapatom egész végig szitta a T49-es, hogy nem csinál semmit, és nézzétek meg, mi lesz az eredménye. A T49 megunta, és bemegy, bejolózik, nem spotol abszolút semmit, és meghal. Tehát soha ne szidjátok a ilyen szempontból a light tankotokat, mert ez fog történni, hogy bemegy, bejolózik, meg megsértődik, és ugye meghal, és nem értek el vele semmit, tehát ilyet ne csináljatok, nincs értelme. Amúgy srácok itt, hogy mi történik. Ugye láttam, hogy a Progetto ugye itt fönt egy lövéses, nekem 200 valamennyi HP-n van. Tudtam, hogy ez a két tank, tehát a Borsig, illetve a PTA itt van len, tehát úgy voltam vele, hogy most vagy soha, most kell kijönnöm, és maximum beveszek egy lövést a Progetto 66-tól, és kilövöm, és akkor ugye ez a része a pályának felszabadul, és akkor van nagyobb terem játszani, úgyhogy el is indultam fölfel rá. Úgy voltam vele, hogy most itt az idő, most megyek, vagy semmikor máskor. És nézzétek meg, pont jó időben fogom elkapni a Progetto ugye 66-ot, mert nem igazán számít rám. Nézzétek meg, nem is számít rám itt, és már célozna rám, de ugye ez már késő, és ki tudtam szedni ugye HP veszteség nélkül, ami nagyon-nagyon király. Ugye van itt három lőszerem, és itt sem vagyok benne biztos, hogy újra töltsek, vagy ne töltsek újra, itt egy picit megállok, hogy az Arte ugye ne tudjon ellőni engem, és ugye előrébb megyek, és az az a tervem, hogy kinézek ide a középső részre, hát ha el tudom lőni a PTA-t, vagy a Borsigot, ugye óvatosan itt kinézek, és nem találok senkit. És itt gondolkozom, hogy elmenjek esetleg az Artier. És meglátom ott a PTA-t, hogy ott van lenne a gödörben, ugye nem egy tárból kitárasztható nekem, viszont nézzétek meg, azt hiszem az Arti be fogja penelni, ha jól emlékszem. Így is van, 935-öt kapott az Artingtól, és vagy nem is biztos, hogy annyit kapott az Artitól, mert ugye lehet, hogy a konvoj is közben belelő, csak ugye azt nem láttam, és úgy voltam vele, hogy le kell pusholnom. 435 HP-ja van, le kell pusholnom. Ugye ott van a T10, a T10-zel nem foglalkozok. Ugye megölöm a PTA-t, akkor ugye tényleg felszabadul ez a rész, és itt egy picit hezitálok, hogy menjek, ne menjek. Még töltök is, tehát még nem akartam annyira kiolózni, és hezitálok, esetleg nézem, hogy a T10-et meg tudom előni, de úgy voltam vele, hogy most lepussolom. Nézzétek meg, nagyon rossz lesz a timing, mert pont ugye bejön a Borsig, ugye belelövök egyet, ugye megyek oldalra, ne lőjön el minket a Borsig, elmisszel minket, de ugye a PTA elő, ezáltal ugye 360 HP-n maradt, a T10 elmisszelt minket, viszont nekem már csak egy lövedéken van, és úgy voltam vele, hogy mindenképpen kettőre lesz szükségem ahhoz, hogy kifiniseljem a PTA-t, ugye tolatok hátra, hogy a PTA ne lőjön ki, de ugye a T10 ugye kilőtt. Itt amúgy őszinte leszek, srácok, nem gondoltam volna, hogy a T10 megpróbál ugye minket kilőni, de jól csinált igazából, mert ugye tudta, hogy engem ki kell lőni, és két opcióm volt, ugye vagy hátra tolatok és megpróbálom ugye, hogyha mázlim van, akkor ugye a T10 nem lő rám, és ugye van időm újra tölteni, miközben rohangálok a szikla körül, vagy maradok lent, és a PTA, amikor ugye rám fordul, akkor ugye előtt ugye ő pusol le engem, tehát egyet bele tudok lőni. És valószínűleg ugye utólag ugye kiderült, hogy az lett volna jobb, hogyha maradtam volna a lenti, vagy maradtam volna lent, és még lőttem volna egyet bele a PTA-ba, mert ugye akkor még egy lövése többet tudtam volna hozni. Viszont én úgy gondolom, hogy itt nagyjából jól teljesítettünk. Itt a végén amúgy nagyon-nagyon szerencsétlenül jött ki az, hogy pont a Borsig is megindult, már nem indult volna meg a Borsig, akkor én tényleg ki tudtam volna szedni a PTA-t, újra töltök, kiszerem a Borsigot, és akár még simán le is tudtuk volna hozni ezt a mérkőzést, mondjuk több sebzése, ilyen 5K-t ki tudtunk volna hozni. Egyébként amúgy megsugom, srácok, ez a meccs döntetlen lett, nem tudta a csapatom lehozni a kört, de szerettem volna megmutatni, hogy ez a tank, illetve ez a pozíció nagyon-nagyon jól működik ezen a pályán, és amúgy egyébként ez a replay, ez egy tankász kör lett, ugye lett 3 killünk, illetve tier 9-es tankokat lőttem, és ugye arra sok XP-t kaptok. És most még van egy replay, amit szeretnék megmutatni, és utána összegzünk, hogy mit is gondolok erről a tankról. Az előző klipben, srácok, egy kicsit hazudtam, mivel az utolsó replay, az valamiért egyszerűen nem akarja megnyitni a gép, úgyhogy sajnos azt nem tudtam nektek ugye elhozni, úgyhogy maradt ez a két visszajátszás, és akkor összefoglalnám, hogy mit gondolok erről a tankról. Úgy összességében én azt gondolom, vagy ugyanazt gondolom, mint amikor rangsoroltam ezt a tankot a tier 8-as medium tankokhoz képest, hogy egy nagyon-nagyon király tank, tehát mobilisak vagytok, jó burst damage, nagyon jó alaplőszer átütés,
Alapvetően az ágyú is szerintem viszonylag okésan működik, 8 fok ágyú süllyedés, és ugye nyilván megvannak a hátrányai, hogy mondjuk papír a tank, az ágyú néha tud viccesen viselkedni, és még gondolkozom negatívumon, de nem igazán jut eszembe ennél több, tehát papírok vagytok, ami ugye egyszerre negatívum és pozitívum, ugye cserébe kaptok ugye mobilitást, és ugye, de talán tényleg az egyetlen negatívum, amit tudok mondani, az ágyúja, hogy néha ugye ez a 2,3-as ugye célzási idő sok, meg ugye úgy, tényleg ezzel a tankkal csak akkor lehet igazán pontosnak lenni, hogyha beszűkültetek. De ugye van egy hatalmas, de ugye, ahogy mondtam, nagyon király tanknak tartom, viszont kezdőjátékosoknak, vagy nem tapasztalt játékosoknak nem ajánlom ezt a tankot. Tehát, hogyha első prémium tankot kerestek, és ugye beütitek, hogy milyen jó tankok vannak, és ugye azt mondják a videósok, hogy igen, ez a tank nagyon király, ezt fontos elmondanom, hogy ez nem egy kezdő barátnak. Kezdőknek semmiképpen nem ajánlom, azért, mert papírok vagytok, és egyetlen hiba ezzel a tankkal, és mehettek vissza a garázsba, főleg ugye magasabb szinten, de bármilyen szinten igazából, ugye kinéztek egy rossz helyen, oda trekkelnek, meghalnak, nincs páncéltok, nem tudtok lepatintani. Tehát például én azt mondom, hogy mondjuk egy Centurion 5x1, az, most csak egy példát mondtam, semmi különös, csak egy példát, vagy mondjuk a Mod 1, a sokkal jobb lesz egy, sokkal jobban fogja élvezni egy kezdő, vagy nem tapasztalt játékos, mivel ez a tankhoz ugye tudni kell, hogy mikor érdemes kitározni, hol vannak az enemi tankok, hány lövés fogsz bekapni, hol kell lenned a pályán, ugye kell pályaismeret, bokorismeret, tankismeret, úgyhogy összességében sok tudás kell ez a tankhoz, viszont hogyha megvan az a megfelelő tudás, akkor szerintem egy nagyon élvezhető és kellemesen játszható tankot kaptok, úgyhogy ezt döntsétek el ti, hogy ti mit gondoltok magatokról, hogy elég tapasztaltak vagytok, hogy ki tudjátok használni ezt a tankot, van elég tudásotok hozzá, vagy még nem érzitek annyira tapasztaltnak magatokat, mert nem akarom, tehát nem szeretném ajánlani ezt a tankot olyannak, aki mondjuk nem fogja ezt élvezni. Úgyhogy remélem ezzel a videóval tudtam nektek segíteni, ha a döntésben, hogy megvásároljátok-e vagy sem. Ha igen, akkor nyomjatok egy lájkot a videóra, minél több emberhez ugye eljusson ez a videó. Illetve kommentbe írjátok meg, hogy ti mit gondoltok erről a Loreiről, hogy ti tervezitek-e megvenni, esetleg, hogyha megvettétek, akkor mik a tapasztalatok vele. Szerintem ezt sokan kellemesen fogják olvasni, hogy több embernek ő a véleménye erről a tankról, illetve én is olvasgatni fogom majd. Illetve nem akartok lemaradni a tank bemutatókról, illetve ezekről a számösszéles videókról, akkor mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, illetve nyomjátok meg a kis harangot a feliratkozás gomb mellett. Én Tankét voltam, köszöntöm nektek a figyelmet, a következő videóban találkozunk. Sziasztok!